Na helló, srácok! Mai nap egy RX3-as fogunk meggyógyítani, aminek az a baja, hogy működik, működik, nem működik. És elkezdtem már szétszedni, és közben jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha videóznék. Úgyhogy már itt lebontottam a hátulján ezt a részt. Akkor elkezdem szétbontani, és belenézünk, hogy mi a tosz van vele. Meg azon kívül, hogy nem működik neki az a két gomb, azon kívül még van annyi problematika a trágya, hogy Sanyi megrántotta, a tulaj megrántotta a jack csatlakozót a fülhallgatónál, és azóta recseg. De olyannyira megrántotta, hogy bele is tört a fülhallgatója, és kiszedte fogóval a maradványait. Úgyhogy ezt is megjavítjuk, ha meg tudjuk. Hát nem egy olyan ördögtől való szerkezetek ezek, szóval ezek általában mind-mind javítható hibák. Egyébként attól függetlenül, hogy maga az eszköz gyakorlatilag beszerezhetetlen, mert hogy egyik webáruház sem tud szállítani. Alkatrész az van hozzá. De érdekes, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért ez lett az üzletpolitikája a Pioneernak, hogy legyártja a készülékeket és nem lehet kapni. Külön szedjük a csavarokat. Ugye ott van például az XZ-t is piacra dobta, de alig lehet venni. Ha tudsz venni, akkor használtam, mert boltban nem nagyon van. Így, na nézzük, hol vagy még összecsavarozva. Ha jól emlékszem, akkor a hátulján is van csavar. Szóval még itt is van csavar, amit ki kell bontani. Kálmán cimborám most biztos mondja, hogy már megint nem asztalon szerelek, hanem ágyon. De milyen jó az ágyon szerelni, mert csak fogom, popájára borítom a gépet. És már tudom is javítani. Nyilván van ennek szakszerűbb módja is, igen, jól emlékeztem, hogy a hátuljában is van még egy csavar, sőt, még ha jól emlékszem, ez is az. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy novemberben vásárolt gépnek mi a fasz baja tud lenni. Mi az a probléma, ami miatt nem nyomódik be az a két gomb? Azt mondja Sanyi, hogy melegben volt vele. És ennyi bűne van összvisz, ezen kívül semmi. Hogy melegben volt vele, de a melegtől meg nem kéne, hogy ilyet csináljon. Hogy vagyunk még, valahol fogja egy csavar? Hol fogja még? Onnan kivettem. Ez nem tartja. Jó. Ó, nem áll. Ettől tudok vagy faszkodni. Na jó. Jó, akkor ehhez hozok szerszámot, mert ez így nem lesz jó. Van erre direkt speckó szerszám. Egy korábbi videóban már láthattátok ezt a szerszám készletet. És most például véleményem szerint, mivel hogy ez befér ide a poti tövéhez, ez hibátlanul jó is erre a feladatra. Így mi. Ezzel meg vagyunk, és elvileg már jön is ketté a ketyere. Hogy vagyunk? Jó vagyunk. Aha, így vagyunk. Érdekes.
érdekes, hogy itt van két ilyen fül, ez korábban nem volt. Ja! Hát némileg bonyolodott a helyzet a kettes Erikshez képest, de hát ez is csak egy lejátszó. Így a tetejét elválasztjuk az aljától. Gyakorlatilag ez a rész maradt ugyanaz. És ezt félre is rakhatjuk. Így. Akkor megint az van, véleményem szerint, hogy ezt itt külön kell szedni. Ó, nem áll, ki kell venni ezt is. Ez nem tetszik. Miért nem lehetett egyszerűbben? Ja. Akkor gondolom én ez innen lejön, ha ezt a csavart is kiveszem. És ez alatt van a kijelző odafogatva. Wow! De jó! Moduláris. Ez a két mikrofon hangerő. De miért kellett ezt ilyen modulárisra csinálni vajon? Ha, fene se tudja. De minden esetre biztos valami kopó alkatrész. És ezért... Na. Borítsuk tovább a gépet. Már majdnem jók vagyunk. Ez az egész plét így egybe van. Aha, jól látom, ez a négy csavar oldja ezt a témát. Na igen, itt változtattak rajta egy keveset, mert hogy a kettesnél, ha jól emlékszem, ez itt felül volt két csavarra rögzítve, mármint bent a gépben. Ez a kijelzői. Most már legalább látunk ilyet is. Na, ez nem egy szerviz tutoriál lesz, azt gondolom már látjátok. Igazándiból csak azért veszem föl, mert kíváncsi vagyok, és veletek is szeretném megosztani, hogy közel fél év után mi a pöcs az, ami tönkre tud menni egy ilyen lejátszóba a gomboknál. Jó, már csak ez az egy csavar van hátra. Na nézzük, elengedi-e. Na hol van még? Hol van még valami? Ó, kihagytam egy csavart. Fészkes fenébe. Gondolom a nagy kijelző miatt van ez az overkill biztosítás, hogy ennyi csavar fogja a kijelzőt, mert mondom korábban ezt a kijelző témát kettő darab csavar tartotta, nem több, nem kevesebb, kettő darab. És higgyétek el, van rajtam ESD védő kesztyű is. Jó súlyban van. Na nézzük. Látszik is egyébként, hogy a gombok egy nagyon picit bentebb vannak, mint a többi. Innen már kioldottam korábban a csavarokat. Hú. Hát nem kevés csavar van benne, azt meg kell hagyni. És ahogy látom, nem is egyforma méretűek, szóval... Ezt már meg kell jegyezzem, hogy ezek a csavarok valók ide. Na, ha elfelejtem, akkor a videóról visszanézem. Már csak ezért is jó videózni, meg azért, mert tudlak benneteket szórakoztatni. És ugye korábban DJ is azért akartam lenni, hogy szórakoztathassam a népet. És ha ezzel is tudok szórakoztatni, akkor kettő az egyben. Ahogy Palika barátom szokta mondani, dupla hatás, kettős haszon. Viszont a csavarokon változtattak, ez nem azok a csavarok, amikkel korábban voltak összerakva. Ezek a lejátszók, ugye ezek a csavarok meg idevalók, igen. Korábban más feje volt ezeknek a csavaroknak, más csavarhúzó is kellett hozzá, és egyetlen egy csavarhúzóval szét lehetett szedni az egészet, itt viszont
Jócskán variáltam. Na, belepottyant a csóva. Jócskán variáltok rajta. Ó, nézd, még itt is fogja négy csavar. Nem bízták a véletlenre ezt a plate témát itt a hátulján. Ú, mennyi basztutást fogok én ezért kapni, hogy szedtem szét. Meg, hogy kókány vagyok. Egyébként, hála jó Istennek, le is kopogom, hogy amit eddig megjavítottam, legyen szó bármilyen lejátszóról, még egy sem jött vissza. Egyetlen egy sem. Hogy baja lenne. Oké. Okay. Na, mindjárt bent is vagyunk, itt vannak mögötte a mikrokapcsolók. Mindjárt látom, eloldjuk itt ezt, ezt a szalagkábelt felszabadítjuk. És már hozzá is férünk a mikro AMD kapcsolóhoz. És Sanyi, most jaj neked, mert ki fog derülni, hogy tényleg nem öntettél bele semmit? Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy a... Nézd, itt már megint más csavarok vannak. Nem akarom elhinni, hogy a nap tud ilyet csinálni. Miért kellett ide többféle csavar tenni? Ez hihetetlen. Jó, így szétbontjuk őket. Ez ide, ez ide. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Igen, ezt is el kell oldani. Így. Így. Így, ez véleményem szerint rajta maradhat. Áj, de szűkve szabtátok ezt itt. Mintha ragadna egy kicsit, vagy... Itt oda van ragadva, vagy mi a passz van? Ennek itt föl kéne csúszni ezen a... Ezen, meg ezen. Na végre. Picit, mintha ragacsos lenne. Na nézzük! Maga a gomb az hibátlan. Baszki! Figyeld, meg van olvadva a gombsor. Bazzmeg! Öcsém! Basszátok, meg megolvadt a gombsor. Megmutatom közelebbről. Látszik? Be van horpadva a gombsor, és akkor ugye nem a gombot nyomja. Baszki, hát milyen műanyagból van ez? Na jó, akkor most már ezt is tudjuk, hogy RX3-at a napra vinni tilos. Ne naposztasd az RX3-at, meg atya lesz. Itt ezt a csavart meg kivesszük. Így. Hát ez nagyon komoly, gyerekek. Hogy megolvadt a gombsor. Másik szinten, és akkor látszik, hogy valószínű itt középen érte a legjobban a hősok, mert hogy ott van beholpodva. Na most ezen segítek annyit, hogy fogom és a pákámmal megmelegítem, és ki fogom szépen egyengetni, de hát többet napra ne. Baszki! Hát ez kemény. Mindjárt megmelegítem, és akkor ide így benyúlok, és akkor szépen így bentről kifele megpróbálom kinyomni. Nyilván egy szélesebb szerszámmal, de ez brutál. Na, mindjárt megmutatom, azt visszahajlítom. Ja, vannak ilyen szélesebb csipeszek, és akkor ha megmelegítjük, akkor csak így bele kell dugni, és talán a saját erejétől ki fogja rúgni magát.
de valószínű. Hát itt lefele is. Hihetetlen, nem akarom elhinni. Itt lefele is meg van rogyva az anyag. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Hát teszünk egy próbát, rosszabb nem lesz. Mint hogy egyáltalán nem működik. Ugye látszik, hogy a közelébe nem ér a gomb magához, a mikrokapcsolóhoz. Hiába nyomod, nem tudod benyomni, ugye, mert följebb van a kis pöcök, úgyhogy ez függőleges irányba is torzult. Most az az igazság, hogy elszórakoztam vele egy jó darabig, de hát mivel hogy vízszintes irányban is veszített a formájából a műanyag, meg maga így a gomb is megvan hajolva. Ez volt a két középső gomb egyébként, és gondolom ezt használta a legtöbbet a gazdia. És amikor meleg volt, akkor minden egyes nyomásnál, ugye látszik, hogy be van horpadva maga a gomb teteje is, minden egyes nyomásnál egy kicsit beljebb tolta ezt a pöcsöt, és akkor azért nem ér le. Viszont ha megmelegítem, akkor elkezd mindenféle formákat felvenni. Ugye ezen még jobban látszik, hogy be van horpadva a teteje. Úgyhogy két ilyen gombsort kell szerezni, mert hát ez amúgy is ilyen tákimáki megoldás lett volna. Mindjárt föl is nézek a Basis honlapjára, és akkor szerzünk hozzá két ilyen gombsort, hogy jó legyen. De hát gyerekek, hogy tud ez megolvadni? Most nem azért... Ez miből van? Édes Istenem! Most nem adtam fel a dolgot, mert általában nem szoktam feladni. És akkor még egy kicsit szórakoztam vele, és most itt tartunk, hogy... Ennek a nyomás érzete... Hát nem a legjobb, gondolom. Ő volt a legtöbbet nyomkodva, ezért ő deformálódott el a legjobban. Hát, hogy csak így ide teszlek benneteket. És akkor meg tudom fogni, ugye, mert még nincs becsavarozva. Hát, működik, de jobb nyomásérzetet láttam már. Na minden esetre, amíg megjön az új gombsor, ezzel kibírjuk szerintem. Mindjárt összepattintom, és megnézzük, hogy működik-e. Hát... Ez csak ilyen lightiba, de kattan. Ugye hát ne, mivel hogy szarrá van olvadva, maga a mikrokapcsoló működik, csak hát nem ugyanaz a nyomás érzet, mert hát én nem vagyok műanyag fröccsöntő, úgyhogy ezt így tudtam helyrehozni. Ez a tagliszt az egész jó rendbe jött, csak hát gondolom ő volt a legtöbbet nyomkodva. És ezért ő hajlott el a legjobban. Minden esetre, ameddig nem jön meg az új gombsor, a feladatát ellátja. Nos, miután a tetejébe ezt a néhány tucat csavart vissza csavartuk, elkezdhetjük visszaköltöztetni magát a kijelzőt a készülékbe, és hát kipróbálom, hogy maga a gomb, mert hogy nyomásjelzetre működik, de hogy valóban működik-e is? Működik-e is? Működik is-e? Működik is-e? Igen, ez lesz a jó. Na nézzük. Bíztam annyira magamban, hogy ezt a két csavart már visszatettem, csak hogy ez ne tudjon leszédülni, ha forgatom a sztorit, és akkor visszarakom a tetejét, mert ha jól emlékszem, ennek is olyan a tápja, hogy igen, a tetejében van a kapcsoló. Igen, a tetejében van a kapcsoló, és igazából az csak egy a standby-ból ébreszti fel a tápot, szóval kell a teteje, hogy kipróbáljuk. De egyébként attól függetlenül, hogy ez a gomb, ha nem is működött, attól használható a készülék, mert ugye itt oldalt, ugye láttátok a bemutató videón egy másik készülék, annyit oldalt az érintő panelen ki tudod választani, de mennyivel kényelmesebb őt megnyomni. Hát... Nem olyan szép a hangja, de hát szegény ember kézzel nőz. Egyébként, csak hogy megemlítsem a spórolás jegyében elkövetett lépéseket, hát az egyik az, hogy ez a szalagkábel, ez olyan vékony, mint a hajszál. Tehát ez korábban egy jó vastag anyagú
szalagkábel volt. Nyilván különösebb igénybevételnek nincs kitéve, de hát látszik, hogy már itt is elkezdtek spórolni. Ugye mondjuk, ha legyártanak 1 millió ilyen készüléket, és mondjuk 50 centtel kevesebbe kerül ez a kábel, akkor ki lehet számolni, hogy 1 millió készüléknél az mennyibe kerül. Most egyelőre olyan egetverő hibát nem követtünk el, képünk van. És akkor nézzük a gombokat. Ugye ez eddig is működött. Browse taglist. Hát ugye most nincs benne semmi, de működik. Playlist, és akkor működik most már ez a gomb is. Ugye nem olyan határozott a kattanás, de majd ezen segítünk. Search is működik, és működik a menü gomb is. Ezt el is felejtettem a jó múltkorában bemutatni. Igazából az XZ-vel nagyon hasonló menüje van. Ha jól emlékszem, ennél már van egy ilyen frissebb szoftver. Szétnézzünk, hogy mi van benne. Nem sok időm van, mert mindjárt rendezvényre megyek, de nézzünk szét. Azt mondja, hogy load lock. Ez arra való, hogy nem tudod rátölteni arra a arra a csatornára a zenét, ami éppen szól. Ez meg azt hiszem arra való, mikor itt mennek a sávok, hogy ne tudd a kis ujjaddal beletekerni itt, ha véletlenül oda nyomsz, akkor ne ugorjon oda a zene. Ez meg, hogy a quantize hány negyedes legyen. Hot cue auto load. Amiket te beállítasz magadnak a recordboxba, azokat hogyan töltse be. Ugye itt, amit a recordboxba beraktál, hot cue color, gondolom át tudod színezni, és akkor mit tudom én, zöld, sárga, piros, tököm tudja, auto cue level. Hát ez meg micsoda. Be lehet állítani hangerőket, hogy mi a tököm. Sleep flashing, hogy villogjon a sleep gomb. Na, ezt nem tudtam a RX-nél se, hogy ez mire való. Na, ez a vinyl speed adjust. I just go to say I love you. Ő van ezzel a gombbal összeköttetésben itt. És akkor azt hiszem. Ja nem, ez a izé, ez. Hát igazából. Micsoda? Na jó, ezt ki kell próbálni, rakok be zenét, mert ezt még én sem tudom, hogy micsoda. Na hát igazából azt hiába állítgattam, mert én különösebb változást nem vettem észre. Ugye itt azt lehet beállítani, hogy itt a közepébe mi legyen a lejátszónak. És most mutatja is, hogy be van loopolva a téma. Na, túl sokat erről már nem akarok mondani. Igazából a lényeg az, hogy amiért szétszedtük, az megoldódott. Hát ide majd szerzünk egy másik gombot, mert ez így hát működik, de na, ha valakinek van egy RX3-a, nem így szeretné látni. Ja, fülesen vagyunk. Ja, meg még meg kell nézni a fülhallgatót is. Tényleg, gyerekek, a füles. Most ismét segítségül hívtam ezt a kis bluetoothos hangfalat, és az a helyzet, hogy az említett hibát nem tapasztalom. Azt mondja a tulaj, hogy ez így serceg. Fülest át kell nézni akkor ott. Mert ennek az ég egy ott a világon semmi baja nincsen. Na, összeállt a készülék, összeraktam újból. Hogy vagyunk? Így vagyunk. Azt mondja playlist, mondjuk ő. Ide. És, ja, kéne a bluetoothos hangfal jelet csinálni. És akkor talán működne is a dolog. Audio input. Oh. Na jó, hát
ez most ilyen lesz, ameddig nem jön meg a gombsor. Még mindig jobb annál, mint hogy egyáltalán nem működött. Nem tudom, majd lehet, hogyha megjön a gombsor, akkor teszek még fel a videót a cseréről, bár igazából érdektelen szerintem. De ez van, gyerekek, RX 3, megjavítva. Na jó, erről ennyit. Szevasztok, srácok!